Nagy Gábor vagyok, Lead of Environment Division. Az Environment Divízióban lényegében virtuális díszlettervezők vagyunk. A filmjeinket két nagyobb részre lehet bontani gyártás szempontjából. Az egyik a karakter, a másik pedig az environment. Ez lényegében az a tér, ami körbeveszi a karaktert. Ez lehet külső vagy belső helyszín, és ide tartoznak még a járművek. Ez a szakma folyamatosan napról napra fejlődik. Ezért nekem, mint szakmai vezetőnek folyamatosan kommunikálnom kell a kollégákkal, meghallgatni a szakmai fejlesztési igényeiket, hogy mely programok, mely szoftverek azok, amelyek hatékonyabbá tudják tenni a munkavégzésünket, és ezeket a programokat, technikai fejlesztéseket be kell integrálni a saját rendszerünkbe, hogy még hatékonyabban, még látványosabb filmeket tudjunk készíteni. Lead of Environment Divisionként az én feladatom a divízió szakmai fejlesztése, a munkatársak képzése, dokumentációk elkészítése és az új kollégák bevezetése a Digic-es rendszerbe. Egy environment artistnak és leadnek a 3D-s szakmai tudáson kívül az egyik legfontosabb tulajdonság, amivel rendelkeznie kell, az a csapatmunka. Egy ember önmagában nem tud filmet készíteni, fontos tulajdonság kell, hogy legyen az, hogy az ember képes legyen elfogadni mások véleményét, és képes legyen ő is építő jellegű ötletekkel előállni. Aki environment artist szeretne lenni, annak nem csak technikailag kell fejlesztenie önmagát, hanem fordítson megfelelő időt a művészi képzésre is. Az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy az egymásnak ellentmondó információk ellenére megtaláljuk a leghatékonyabb megoldást. Gyerekkorom óta imádom a rajz és animációs filmeket, és nincs annál jobb, amikor az ember hobbija, éppen a hivatása is.